Egyre több illegális bevándorló igyekszik az Alpokon keresztül eljutni Olaszországból Franciaországba. A mínusz 15 fokos hidegben testi épségüket vagy életüket kockáztatják. De nem csak a szélsőséges időjárás nehezíti az átjutást, hanem a határőrök is. A határ átlépésében és a hatóságok elkerülésében önkéntesek segítik őket, de így is óriási veszélyben vannak, ahogyan erről egy marokkói férfi is beszél. Snow. Teljesen átfagytunk, nem éreztük az ujjainkat, nem éreztünk semmit, nagyon hideg volt. A végén már azt kívántuk, bár csak kapnának el a rendőrök és vinnének ki az állomásra, csak legyen végre egy kicsit meleg. Az illegális határátlépőket önkéntesként segítők között akad egy nyugdíjas tanár is. Hogy miért csináljuk ezt? amiért a tengerészek soha nem hagynak embert meghalni a tengeren, a hegymászók pedig soha nem hagynak embert meghalni a hegyekben. Akik megpróbálják átlépni a határt, nehézségekkel küzdenek és sérülékenyek. Nem ismerik a hegyeket és veszélybe sodorják magukat. Mi viszont itt vagyunk és segítünk. Bár az átjutás az Alpokon nem követel annyi áldozatot, mint a földközi tengeri átkelés, az önkéntesek nélkül valószínűleg jóval több tragédia történne a két ország határán.